Sziasztok! Ma a Főtudom a Total Róma 2 Rise of the Republic kívásos végigjátszásomat a Xenones népével. És itt maradtam, hogy megtámadtam ezt az Aritimi sereget, ami ugye egy ilyen etruszkán féle frakció, ha minden igaz. És hát le kéne győzni őket. Jó lenne ugye minél gyorsabban, hogy szintet lépjenek a karakterek. Mert kell ugye a sikkasztó képességük. Ah, oké, ott jön az erősítés, némi könnyű lovas, ami jól jön. És pont írtak Steamen. Oké, ugye be kell várjam az erősítést, és utána pedig támadunk. Van egy csomó lándzsás, meg kartforgató egységük, meg némi paritjás. De nekem ugye van, több lovasom van, és két nemesi lovas. Oké, az egységek ugye egy kicsit ki vannak fáradva. Oké, lassan előre. Nagyjából ugye az lesz, hogy gyalogsággal rájuk támadunk, lovassággal bekerítjük őket, és végük van. Ó, futkorálnak a vaddisznók, meg a farkasok. Oké. Röf-röf. Csata után kaja lesz. Oké, hátba kéne támadni a tábornoki testőrséget. Oké, nagyjából végük van.
Rendben, ugye a lovassággal kéne még a menekülőkből elkapni. És ugye utána pedig a sereget legyőzni teljesen. Ja, vagy így is jó, hogy megsemmisültek. Jó, és akkor kéne ugye... Hát kéne adjak némi egységet. És ők irány Ariminum. Plusz kéne még több élelem. Mert ugye, hogyha négyes szintű főépületet megépítem, akkor ugye mindegyik elvisz még 4 élelmet. Szóval összesen ugye 12 élelmet veszítek. Ha megépítem a négyes szintű főépületeket. Ami ugye 7 kör múlva már építhető is. És össze kell addig gyűjtsem ugye a pénzt rá a főépületekre. Oké, van esély rá, hogy polgárháború lesz, de az valójában rendben van. Zsoldos ambriai lándzsások, ugye, vagy védők. Bár ha besegít a városi őrség, meg ugye ez a kis csapat, simán leverjük őket. Oké, kéne extra research rate amúgy. És még egy körváltás. Lássuk ugye, hogy mit lépnek a népek. Oké. Na jó, mondjuk talán ez egy kicsit túlzás lenne, nem? Annyi az egész, hogy sok a izé, sok a paritjás. De mondjuk, hogyha leképeznék még néhány lovast, akkor szerintem legyőznénk őket. Vagy csináljuk így. Oké, ez jónak tűnik. Amennyiből lehet, ugye a városi őrséget kell küldjem előre. Mi a fene? Vannak cölöpök lerakva. Wow! Az AI-nak még olyan is van. Várjunk, hol az ellenséges erősítés? Ah, oké, ott van. Mondjuk Brennus nem küldeném előre.
Amúgy kicsi furcsa, hogy Brennusnak nincs ilyen saját speciális képessége, mint például izének volt. Vagy van ugye, például Arm Vercingetorixnak ugye. Vagy ugye minden egyes ilyen legendás karakternek a Cézár Galliában DLC-ben. Pedig az király lenne, ha lenne valami képessége. Igen, ugye ez a két csapat, Noble, Gallic Swordsman, a városi őrségből szerintem nagyon jól fog teljesíteni. Plusz kell is, mert két ellenséges sereggel kell megküzdjünk, és övék a magaslat. Ám bár arra gondoltam, kicsit kicselezem őket, és kitérek balra. A lovassággal ugye a hátukba kell kerüljek, hogy elintézem azt a rengeteg előcsatározót. Plusz az egységek már ki vannak fáradva, de megvárom, hogy kipenjék magukat majd. Plusz ugye, amit még ki kell kerülni, azok a csapdák. Még a barikádnak már annyi. Oké, az egységek igen, teljesen ki vannak fáradva. Várjunk, ez itt Brennus, ő ugye egész hátra, mert nem akarom, hogy véletlenül meghaljon a harcban. Oké, amúgy lassan, de kipihenik magukat. Meg kell várjam ugye, hogy megint frissek legyenek az egységek, és akkor utána mehet a támadás. Még a parittyások meg az íjászok már azok, de ugye... Hát a nehéz gyalogosok azok nem annyira. Ó, mi a fene? A Noble Gallic Swordsman az mindössze közepes szintű gyalogságnak számít, az hogy? Igaz, mondjuk csak 40 páncéljuk van, szóval... Ha úgy vesszük, nem olyan nehéz páncélosak, hogy nehéz gyalogságnak számítsanak. Oké, nagyjából frissek, kivéve Brennus testőrsége, de az annyira nem lényeges. Ő, ha minden igaz, nem is igazán fog harcolni. Előre barbárok. Hát valójában használhatnám a izét, a grupp támadást. Oké,
Oké. Tűrhető eddig. Oké, a könnyű lovasokkal vegyük célba izét a menekülőket. Oké, okay, izével van a gond, az ellenséges tábornokkal követi a lovasaimat. Hát veszteséget okoznak, de legyőzzük őket. Egy szövetséges ugye Ambriáni sereg meg Aritim sereg ugye? De még így sem bírnak el velünk. Hiába szövetkeztek egymással. A barbárok vérszomjával nem bírnak. Na, oké, a zsoldos ambriáni védők azok még nem adják fel. Oké, vonuljanak vissza a gyalogosok, és lőjük őket, mert azok a zsoldosok nem akarják feladni. Oké, feladták. Oké, a paritjások kilövik majd őket. Itt valahol még vannak cölöpök, nem? Igen, ott.
Oké, még ugye a menekülőkből kéne intézni. Még a végén ugye Brennus is harcolt. 117 ölésük az lett. Ami egész jó. Jó nagy csata volt, de legyőztük őket. Oké, ha minden igaz, akkor egységet nem veszítettem teljesen. Ah, igen, ugye mindegyik egység megmaradt. Az ellenséges tábornok ugye az Aritim seregből megmaradt. Majdnem valami 1200 katonával volt nekik több. De még azt sem mentette meg őket. Oké, sejtettem, hogy az meg fog halni, de nem számít. Mármint az a csapat. Oké, valójában így is jó. Lett egy szintlépés, ami okés, mert plusz egy cunning. És ezt a karaktert le is tudom cserélni. Várjunk, hogy hívják őt? Martiola. Igen, ugye van 217 befolyása, szóval sokszor tudok majd sikkasztani vele. Oké, le is kell cseréljem. Valójában lehet jobb lett volna lejátszani a csatát, de mindegy most már. A lényeg ugye, hogy amit akartam, hogy legyen 6 cunning ennek a karakternek, az meglett. És valójában ezen volt a lényeg. Hogy meglegyen ugye az a 6 cunning. Oh, hello. Felfedeztem a Riot-ikat. Igen. Plusz ugye két ellenséges sereg legyőzése az elég jó, mert belekerül néhány körbe, mire újakat képeznek. Oké, már is jönnek. Secession. Rendben. Megint lett ugye polgárháború, és megjelent a Giant Boar Clan. Remek. Előcsatározók, Umbrian Spearman. Ó, te jó ég. Most látom, hogy ez a Native Umbrian Spearman 6 melee attack-kal rendelkezik, szóval ugye, hogy bevigyen egy ütést, az nagyjából semmi, esély nincs rá. De ugye 64 melee defense, szóval ugye az Umbriaiak egy olyan frakció, ami nagyon jó védekezésben, de a lándzsásaik ugye nagyon erősek védekezésben, de nem tudnak ölni, úgymond. Oké, szerintem megtámadják majd Ariminumot, de nem gond. Ezt nem építem. Oké, a városi őrség az valójában egy kicsit gyenge. Ha, ugyan már. Az gáz volt. Oh, hello. Oké. És le is győztük a lázadást, ugye?
Honor the gods and your ancestors. A másik klán pedig ugye lojálisabb lett. Oké, itt a városi őrség kicsit gyenge, de nem hiszem, hogy megtámadják ugye egy sereggel a várost. Főleg, hogy ez a sereg a közelben van. Három kör és meg lesz a technológia a főépülethez. Lássuk, mit lépnek a népek. Jönnek a venetik. Oké, mondjuk, hogyha a venetik is besétálnak ide egy sereggel, meg ezek itt vannak, akkor együtt már... Együtt valójában már egész veszélyesek lennének. Szóval csak leképzek némi extra egységet, mert ugye csinál olyat az AI, hogy ez a sereg ugye megáll a város mellett, jön egy másik sereg, megtámadja és ezek besegítenek. Jaja, csinál olyat az AI amúgy. Plusz ugye kicsit fejlesztem a izét, a karaktereket is. Igen, jönnek a venetik. És meg lehet amúgy csak, hogy ilyen gyenge egységük van, de az is meg lehet, hogy valami elitebb egység. De most már a városban sokkal jobb a sereg. Ez a karakter egyáltalán nem jó abban, hogy elintézzen ellenséges ügynököket. Oké, egy kör és meg lesz a négyes szintű főépület. Amúgy ezt csak fejlesztem, mármint a technológia hozzá. Következő körben pedig ugye fejlesztem is a főépületeket. Oké, a izé kéne ugye, amelyik erősebb városi őrséget ad. Nyolc kör és meg lesznek a főépületek. Kéne ez a technológia, hogy kapjak extra élelmet. Jó, és ugyanúgy menjen a sikkasztás, király. Ha meg lesz ugye a négyes szintű főépület, akkor hát a városok már elég jól, jó eséllyel meg tudják majd védeni magukat. Ugye 7 csapat Noble Gallic Swordsman és 4 csapat Ijász a városi őrségben, az nagyon durva. És ugye szerintem jó ötlet volt egyből rámenni a városi őrségre. Kéne próbálják egy rajtaütést. Oké, annak a karakternek nincs több befolyása. Plusz majdnem maximális karrierje van.
Oké, amúgy a népek nem nagyon akarnak már megtámadni. Rendben, nekem ugye kéne akkor... Ijász... Várjunk, Ijász lőtér, vagy ez a másik fajta épület? Ez ugye, hogy tudjak, hát vagy Ijászokat, vagy ugye Naked Warriors. Legelőször kéne Ijász. És... ezt lerombolom, és építek egy ugyanilyen épületet, csak mert ugye kell a izé, kell a Naked Warriors. Ú, 6 élelmet viszel, és 6 közrendet, ú. Ám bár egész jó izét ad ugye bónusz, 2 tapasztalata, 2-vel több tapasztalat ugye, rohamozás 20%-kal több, melee attack, melee defense 8%-kal több. Hát, ez valójában jó. Oké, okay, ezt itt ugye lerombolom. Ó, oh, te jó ég. Na jó, az az ügynök nagyon nem jó. Nagyon gyenge az az ügynök. Nem tud elintézni senkit. Oké, okay, annyi az egész, nem is akarnak megtámadni. Ó, várjunk, ide nem is lehet építeni ilyen épületet. Ó. Hát az gáz. Akkor ezt vissza kell építsem. És valójában akkor ugye ezeket építeném, a Coin Mint, meg a Coin Maker. Mert ugye az ad bevételt. Igen, valójában az kéne nekem akkor. Jó lenne ugye létrehozni az első elit sereget. És terjeszkedni. És arra gondoltam, hogy legyőzöm a izét, a bojit. És éjszakra fogok terjeszkedni. Csak ahhoz kell nekem ugye valami elitebb sereg. Nincs valami jobb ügynök amúgy. De van. Vagy várjunk, ha most elszúrja megint, akkor leszerelem. Oké. Okay. Az gáz. Az gáz volt. Na jó, ennek a karakternek valahogy kéne egy szintlépés. Mert van egy csomó befolyása, de nincs... nincs meg ugye a 6 cunningja, hogyha leszerelem. Csak annyi a probléma valójában. Oké, okay, nem jön erre senki. Plusz nincs ugye, hát mondjuk vannak közelben egy város, hogy kifosztam és legyen egy szintlépés, de... valójában egy kicsit azért messze van. Ready for battle.
Mondjuk, ha elkészül a 4-es szintű főépület, akkor a városok már majdnem meg tudják védeni magukat, talán. Hát mondjuk két sereg ellen nem, mert ugye... Általában, hogyha két sereg támad, az túl sok előcsatározóval rendelkezik, de egy sereget simán vissza lehet verni. Még talán kettőt is, hogyha ugye az egységeimet nem tudják szétlőni. Oké, meg lehet, hogy hamarosan megint izé lesz. Lázadás, ugye polgárháború. Ezt, na fenébe, ezt a karaktert pedig le kell szereljem, és... Kell helyette egy olyan, amelyik... Amelyik jól védekezik ellenséges ügynökökkel szemben. Rendben, a parittyásokra nincs szükség, mert íjászokat akarok képezni helyettük. Igaz ugye, hogy az íjászok nem lőnek olyan messze, mint a parittyásaim, de nagyobb a sebzésük. És ugye csak annyit kell csinálják, hogy egy kicsit közelebb megyek az ellenséghez. Ó, oké, jönnek. Jönnek a balbálok. Mi ez? Wild Hunt? Oké, szóval a druidák azt mondják, hogy vadászni kéne, ugye? Hogy tisztelegjünk az isteneknek? Legyen Great Hunt. The Wild Hunt begins. Öt íjász egység szerint, legyen 6, vagy nem, az túl sok, nem, legyen csak 5, 5 elegendő, 5 íjász. Öt íjász egység az bőven elég lesz. Arra még ugye, vagy 6 csapat Noble Horse, és a többi pedig ugye gyalogság. Oké, jönnek a Riotik amúgy. Kaptam egy ilyen Massive Wild Pel... egy nagy vaddisznónak a bundáját. Brennus, ugye? Három Zeal. Az szép. Oké, a parittyás nem kell többet. Valójában ami nekem kéne, az lovasság. Legalább a izé kéne, a gall fejszis lovas. Vannak lovas előcsatározóik, meg lovasok, és még több zsoldos Umbrian Defenders. Ja igen, amúgy meglett a 4-es szintű főépület. Oké, a városi őrségek azok most már elég kemények. Oké, most ugye valahogy csak kéne terjeszkedjek valamerre, vagy egy kicsit inkább csak fosztogatni, ha nem is terjeszkedni, de kifosztani ellenséges városokat, az nagyon jó lenne. Oké, az jó. Na jó, ez mondjuk már a következő részben lesz. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!